16 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello, hello, szia! Hello, szia! Elnézés! Elnézés, viszontlátás! Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Ebben a... Story RP-ben! Szia! Hello! Erősz egy sztoriban! Story! Na, lájkot azt nyom már meg, mert pofán baszok valakit nekifutásból. Ökölben. Szevasztok, csel mindenkinek, hello! A like ma ingyen van, a megosztás majdnem, hogy fizet. Tipord meg! Ne legyél buzi! Na, mikor kértek már fő táncolni, bazd meg? Petre zsejmet árulok, úristen, megint csak ámulok. A cseten mindenkit bámulok, gyere rázzuk! Rázzuk a bőrt, nyomok a homlokodra egy hatalmas kör. Kösz szépen, Bálint, Erik, akinek mindig beverik, de azért látom, hogy csillagra telik. Szia Máté, beüssz mellém az anyósra? Megfogod a botkor, menj, te disznó. Te disznó! Befejeztétek már, na? Na, jött végre. Csukva a szemed, azt mondtam. Csukva van, de a számot kinyitottam. Kinek? Visszatekintés élőben. Ja. Szia! Sziasztok, mi újság? Szia! Szavassz, öreg Mizu! Mi a helyzet? Szia! Öreg. Kérdezed el... Közben itt felpucolom az asztalt. Pályázatot nyertem. Most raktam rendben. Tényleg? Most kézzeljéteket. Milyen pályázatot? Hát tudod, az van, hogy észre meglátták a tehetséget bennem itt az elmúlt időszakokban, mert megfigyeltek állítólag ilyen tehetségkutató. Milyen tehetséget te? Mi volt ez a te a végén, ha? Mondom, te. Először Junior... Ajjaj, itt bajok vannak. Figyelj csak! Itt öreg, ez tegeződés volt. Ez az egyik. Figyelj csak ide. De meghallgatsz a retkes talpú geci. Mert most hihetettem, bazen most Erzsébet és Lajos, a kapcsolatotok feltérképezése jó voltából, most egy magánbeszélgetésre invitálok benneteket. Figyelj csak, szeretném Lajos, hogyha tudnád, hogy te bárányokat neveltél a parkosok között. Kígyót melengedtél a kebleden, és passzomat leszoptad a múltkor, hogy a vattacukrot megvegyem. De ez most nem ide tartozik, csak ennyit mondok. Viszont az arcodból, ha nem világosodsz meg, egy darabot lebontok. Felfogtad? Milyen bárányok? Hallgatnak? Valakik a melledre szarhatnak? Jó. Szóval érted, mit mondok? Lássál már a sorok között olvasva, mert valaki a kurvádat minden éjjel forgassa. Érted? Neked nincsen... Kurvám. Hát az Erzsébet akkor mi? Hát ő az szerelmem. Akkor mondom neked, hogy értsed, azzal a nagy tulok villamos ütköző fejedben az Erzsébet pérre baszik. Macska fingszagú a pinálja. És ezt tudod honnan tudom? Tudod honnan tudom? Mert éreztem! Hát voltad, nem? Várj egy picit. Macska fingszagú a pinál. Elnézést. Hova mész, öreg? Hogy azok? Beszélni való. Menjünk neki az útra. Figyelj csak ide! Először is, nem tetszik nekem ez a viselkedés, hogy itt parancsolgatom, amikor egyenjogú társként... Szerintem ilyen a főnök, nem? A főnök a vonatállomásomban. Én mindig azt mondom, a vonatállomásom. Na, mi újság van? A gyógyszert visszaadtam a jobb kéznek, odaadta, remélem. Igen, azt megkérdem tőle mindjárt. Úgy is van egy kis találkozónk. Csá, geci! Mi a helyzet? Milyen hangapot kivágod? Szevasszul! Mi az újság? Szoptak még a izék? Mit kaptál magadnak? Szoptak még a kacsák? Szevasz! Figyelj, már nagyon gazdag embernek nézem itt magát. Engemet? Dik nézzetek már rám! Ilyen nagy konzervcipők minden. Figyelj csak, a kutya nem húgyoz le. Miről beszéltek, Dik? De arra nincs pénzem, hogy a rendőrt magamra híjam. Hallod, kicsi szívem, adjál már nekünk valami kicsi apróta. Én csak nagyot tudok adni, de annak nem biztos, hogy örülné. Figyelj már, de be vagy peszülve, mint a libanyaka. Azért most már őrlángra tegyed magad, mert itt komoly üzleti témázások lesznek. Figyeljetek már, most ti be akartok itt húzkodni? Nem, azért akarunk... mondom, figyelj, na, testvérek vagyunk meg minden, figyelj, egy ezrest akkor légy szíves, egy ezrest. Nincsen nálam pénz, testvéreim, de állatok van. Mutatkozzunk be egymásnak, hogy ismerjük meg egymást, én azt mondom, és akkor... Figyelj már ide, sokkal... nyugodjál már le! Indíthatjuk. Le! Nézd meg, le. Ez ki van szemtelenedve ez apuja? Figyelj már ide, teljes kiörlésű Bruce Willis. Nem látod, hogy mondom, hogy nincs pénzem? Hogy szárítson ki a nap hónapra. Na, figyeljetek ide, koboldok. Én őszintén mondom nektek szeretetben, hogy nincsen nálam pénz. De most már megyem föl a cukrom. Megyem föl a cukrom. Azt ez a jobbos péklapát hamar eldurran, az lesz rívás. Olyat baszok rád, a szociális két hónapig nem gördül a számlára. Megint fölidegeltek?
Hát adnék a rákegyek a gyomrotokat. De ki vagyok koppa, mint egy szanaszét tipor tornacipő. Felfogod? Akkor ez a cipő honnan van ez a konzerv? Ez. Dik, ez milyen konzerv, ez kínai, te merém, de a kukába találtam. Mondom neked, leütöm a fejedről azt a cigán spoilert. Most már a rák a gyomrodat, te is kaphatod. Paszfej. Pam, pam, gyere! Gyere te rák! Hát szétváglak! Ez szegyed te csöbes geci! Mi van te csöbes? Hát szétütlek! De betonkeverőfejű, nem állsz le! Megmondtam! Hát, a pusztulat kieszi a nyakatokat most meg! Mi van te passzopó? Megálljál! Hát dobjön a kezed, csöbes geci! Álljan a palóhoz! Te ne kibángossál! Figyelj csak ide, ez nem a három kívánság! Ez nem a három kívánság, testvérem van izé Dévényi Tibi bácsival! Ne kibángossál! Azt kívánom, rákos legyen a szíved, 2 centis rákot... Pusztuljál be! Ezt kell bevásárló kocsival legyenek benne! Azt kívánom, hogy az összes gyermeket dongalábú legyen. Hát nézd meg, csak kívánja. Amit te szopsz majd ki belőlük. Az összes hajat hújjon ki. De jó, figyelj csak, most nem. Azt akarom, hogy az Isten megbassza, hogy kussoljál már el a rák a gyomrodat, he! Kussolj már el! Te Balázs Pali, gyere te passzopó! Száradjon le a faszod többő! Mi van, hova is csöves? Hát itt mi van? Megmondtam a betont nem ütni, locsolni kell. Fám! Életedben a bal szerencse üldözni fog te. Jó van, kiszopod a faszomat te. Most már tényleg pőbasszom. Kiszopod már őket, bazd meg. Jó kéz vagy érte, van egy kis elitizmalom. Kusoljál, te csöves geci. Istenem. Már pőbasszak, a cukrom 3000. Figyelj. Igen? Jön érted a jobb kéz, meg kis találk. Remélem örülsz neki. Bazzag, ennyire boldog, még sose voltam. Ma van a szülinapom amúgy. Ez a jobb kéz olyan, mint egy kibert passz, figyelj csak. Ez olyan, mint egy kibert passz. Honta látod ezt a izén? Állásinterjú? Az a baj, vágod, kettesből be akart tenni rakétával. Ezt a motor meg kiugrott. Hát ez egy nagy bögyberéb, azt te. Pinát csak újságban látod. Ebben biztos vagyok, állandóan az Erzsit akarja levarni azt a koszpészkedik. Olyan az az Erzsi, mint egy 70-es évekbeli lelakott tanácsi lakás, azt akarja benyalogatni. Miért nem szerzed neki már egy nőt? Tiszta szégyen az a jobb kéz. Addig örüljön, míg nem teke lesz neki. Hát, ezt ezzel a fasza nem bírna el. Érted? Ez a pölér egy kardióval. Ha rárántok, mint a izé lenne. Birkózás. Jó napot kívánok! Figyelj már, öreg! Szia! Miket mondtál te itt az előbb, mi? Mit soha, miről miket beszélsz? Mondtál az előbb? Miről beszélsz, ballám? Ja, azt mondta, hogy egy elázott kenyér vagyok. Mi az, hogy elázott kenyér? Ezt a szardumát kimondta, te verib? Te így ismersz engemet? De bármikor összeütök veled, kupakfejünk. Érted? Tojásfejedet kiegyek. Sziasztok! Érted? Úristen, hányos ikrek vagytok, geci? Ez mi ez itt? Ez a Miskolci Star Wars? Vagy mi? Há? Jobbkéz, figyelj, szerényebben. Azért ennél azért jobb kapcsolatban voltunk, és megmondom őszintén, nem tetszik ez a viselkedés. Majd öreg, meglátod. Ha? Szerényebben. Őrlángra tegyed magad. Bármikor ütök veled. Bármikor. Most belőlem az öreget a tengerbe. Ezt figyeljél. Jaj, Dik, tudod mit lősz bele? Paszomat. Homlokodra. Amúgy is a buzik járnak fordán, tudtad? Mit képzel? De mi? Mi? Leállsz, te kis passzopó! A rák a beledett kupakfejű geci. Vigyázzatok, most ellátok. Tesco Stini Ninja. Állj már le! Figyelj ide! Öld meg ezt a buzit. Van a gyógyszer. Bilincseljétek meg. Bilincseld meg. Hogy ne verekedjél! Jó, állj! Húzd rá bár. Passzopó! Még egy ütés. Azt meg se éreztem. Még egyszer tiszteletlenül beszélsz róla. Még egyszer. Anyád erősebben ütött, mikor basztam. Érted, te csöbes? Igen. Figyelj már, és mi az a rengeteg? Mi az a helyzet súlyát, öreg, az a baj. Micsoda? Jó tetted, bilincseld meg a passzopót. Megérdemled, retkes. Na, figyeljetek, cigányok. Be a kocsiba. Indulunk. Így foglak szétütni, öreg, hogy legyen esélyed. Kezemet le kell kötni. Jó, figyelj ide, jobb kéz. Béküljünk ki. Azt mondom. Rendben? De figyelj, öreg. Még egyszer tiszteletlenül, hogy beszélsz velem. Igen, akkor mi lesz? Körbe rajzolsz. Kiütöm a helyéről. Hát ez protkó, te csöves, nincs is fogam. Ki mondta, hogy szájaj vissza? Meg se éreztem, Dik. Azt hittem kenyér jön, majdnem leharaptam. Állj le! Né! Állj le! A pusztulat ki fog enni téged. Holnapra. Srácok, ti nem vagytok álmoskodtad a szardumától. Össze-vissza beszél. De a passzomat egyesével mind bekaphassa, hogyha igény van rá. Érted? Egyesével jöhettek sorba. Azt a fejetek meg hullik a porba. Nem lesz hozzátok szólba. Mi ez, Dik, a kis csoport? Mackó csoport? Sziasztok! Hát, mit hozott a Jézuska? Berebek. Figyelj csak ide! A gyógyszerről
Mit mondja? Az oroszok elvették, bazd meg. Igen, és a főnöknek mit mondtál? Hogy az oroszok elvették, bazd meg. Azt mondtad, adtad a jobb kéznek, bazd meg. Azt mondtad neki, az... hogy nekem adtad. De én nem a gyógyszerre mondtam, hogy azt adtam neked oda. Hanem mire? Faszomat. Meg az Erzsit. De figyelj csak hát ide. Hát igen. De állj le, jobb kéz, figyelj ide. Megmondom őszintén. Állj le! Így főnök. Úgy jöttek, mint egy lány. Öreg. Hát ez tényleg. Hát összeestél, mint az acskó. Te hülye, mert csak kíváncsi voltam, hogy a lökárító hogyban pőpogat merre a szarra. Semmi ilyesmi. Jó van, öreg. A... Szomorodjál meg. A rákegyek a gyomrodat. Ez most kicsit fájt. Te, lószopó. Kicsit fájt. Kicsit vérzel, kicsit sír. Most, mi a fasz? Fejezzétek már be ezt a terrorizálást, nem lássátok, hogy kilukaszottad a lábamat? Nem, öreg. Most akartam NB1-es futballista lenni! Jobb kéz, itt na, az ideje, szépen. Itt az ideje, hogy pátylakat borítsunk a múltakra, érted? Valóban. Így van. Mert a közös cél érdekében benézhetsz az... az öreg végbelében. Várjál! De! Állj már le, basz meg, nem látod? Figyelj, főnök! Ez egy bers, te kulturális analfabéta. Ez így túl könnyű. Nem vagyunk a barátaim. Földagadt a pofám, normális vagy? Figyelj csak, te túl sok romantikus izé vesztent néztél. Szerintem. Srácok, mindenki. Főcímdalt is hallom már. Gyerünk. Bám! Normális! A pusz... Onnan, üssét. Az anyád! Dék, hát hogy... Megérdemled. Pusztuljatok már! Megérdemelte! Állj le! Kapjad! Éndék! Hopp! Ajjaj, mi van? Álljatok félre! Álljatok félre! Álljatok félre! Bilincset rá! Ti egyébként buzik vagytok amúgy? Mindannyian? Jobb kezét, hátra szorítom szépen. Igaz? Leakasztom. Össze magad. Öreg, kiengedtelek, hogy visszaütöttél. Ki ütött vissza te? Hát hol hagytad a szemüveget? Megaláznak engem. És minden ember nem tő egyesével kasszép pofon. Gyerünk, te kezded. De most miért csináljátok ezt az erő? Állj! Ödik. Hát ezt meg se éreztem, Dik. Nesze. Gyerünk, mi vagytok hárman. Ödik. Ez most mire jó? Jobb kéz. Há? Jó. Ez most mire jó, te? Bilincseljétek meg. Mi van, öreg, nem fáj? Dehogy nem. Mindjárt rívok. Szépen hátra tépem a balkarodat. Állj már le! Most már érzed a helyzet súlyát? Most azt mondta, hogy térdeljek le. Letérdeljek. Mi? Jobb kéz. Nem, öreg. Maradjál inkább állva. Nem szégyeled magad? Bármi. Ezt csinálod a barátoddal. Aki bajban... esni. Mérben... Normális vagy? Érzed már a helyzetnek a súlyát. Már nagyon. Mindjárt... De tényleg fejezzétek. Mi melyiket? Nem barátok vagyunk. Azt hittem pedig. Öreg. Igen? Ki a főnök? Hát... ki? De most na, komolyan. Ki? Hát ki? Ki a főnök? Mondd ki. Ki a... főnök. Mondjam ki, hogy ki a fődök. Ki a fődök? Elmondom neked. Én. És az én főnököm. A te főnököd a főnök főnök? Nem tudok hozzá, bazd meg. Nekik a főnökök? A főnököd a főnök? Azt nem hiszem el. De most komolyan kérdezem, hát bazd meg, én nem tudom kimondani! De most akkor ez egy emelem? Mert a főnöknek van főnöke. Na. Főnök, hadd törjem el a karját. Na jó, mert tudod mit törjél? Hátra ülsz, öreg. De miért? Hagyj üljek már elől. Jobb kész bácsi. Olyan jó itt a kilátás. Öreg, szállják jó, ki fel öreg. A helyemről. Fegyvert fogok a fejedhez. Jó, van. De most miért nem ülhetek elől? Van ülésmagasító. Apu. Mert nem akarjuk ülésmagasítani. Ezt a szennyet oda, ahonnan elhoztuk. De a főnököt apunak is szokták hívni. Az baj, hogyha apunak hílak. Jobb kéz, apu. Ki van készülve? A gyógyszer tessék. Az oroszoknál van. Kiraboltak az oroszok. Szia. Akkor szerez vissza, bazd. Elnézést, nincs egy kis aprója. Látod mi ez? Melyiket? Tetőkárpit? Ja, igen. Látod mi ez? Igen? Ez egy dezertig. Ez sasszem? Így van. Igen? Sivatagi sasam úgy meg. Homokpermet? Ez elnézést. Milyen homokpermet? Induljál be. Ja, jó. Kirocsantod. Viszlát. Nem értem. Viszontlátás. Szia! Ezek már ki vannak borulva, geci. Ennyi passzop volt. Elnézést, jó napot kívánok! Tisztelettel! Mit képzelsz, mit csinálsz, te mocsom? De
De most mi? Kurva anyádat! Figyeljetek! Véletlen volt, Joker! Nagyon komoly beszéri valónk van. Sziasztok! Lássátok a jobb lábamat? Ott van egy lyuk. Milyen lyuk? Ott nézett ki Zrínyi Mik. Milyen lyuk? Ott nézett ki Zrínyi Mik. Munkács várán. Van egy lyuk. Azban, hogy látomásom volt az álmomba. Én voltam Jézus, és megjelentek rajtam a stigmák. Lyuk van a lábamon. Azt is megküldték egy százas szöggel annak idején, és most átélem a fájdalmát, és magába fogad a Szentlélek. A Jézus földre szállt, és én vagyok az. Na jó, erre nekem nincs időm, szerintem. Menjünk pénzt gyűjteni. Amit beszéltünk, ugye? Figyeljetek már! Rabolni, nem! Nyomozzunk el ebből, ami után, mivel megsugaltak. Nem öreg, ne haragudj meg, mindig előtérbe helyezzük a te dolgodat, de most mi éhezünk, előtte kifosztunk egy boltot, aztán pedig megyünk azt, amit te szeretnél. Szerintem most kompromisszunk. Elnézést! Itt lázadás van a hajón. Úgy látom. Lázadás a hajón. Jó. Ri, figyelj, álljon oda, gyere ide. Álljon oda az, aki egyetért a Jokerrel, ide pedig az, aki nem. Gondoltam volna, hogy ilyen egy átlátszó. Szerencsére mi vagyunk többen, passzopók. Mától kezdve... Hát te kivel vagy? A cigán majdnem jogosultságomnál fogva... Igen? Öreg! Figyelj! Egy bótot kirámolunk. Kell a lóvé. De nekünk csak annyi hogy kaját kapjunk. 80%-ot megkapod, a 20-on elosztozom. Mit szólsz hozzá? Na jó, legyen 90, és akkor azt mondom, jó. Tudod mit? 85-15? Hát figyelj, legyen akkor így. Ülj már be, Joker, nem látod, hogy hívást kaptuk? Vallási vészhelyzet van. A Szentlélek átvilágította a műszerpalat. Mi megbeszéltük a tervünket. Beavatunk úgy közben, hogy mi lesz, jó? A menekülési útvonal. Legyen az, hogy mert külön úton... 95 igen? Az enyém, 15-öt ijetek. Ezt a szagyom ki. Hát majd kiszámoljátok, csak a 90%-ot ide adjátok, jó? Figyeljetek, jó. Ide nagyon nagy baj van. Igen? Emlékeztek, mikor az oroszok kiraboltak minket egyszer? És elvették tőlünk egy gyógyszereket? Mikor emlékeztek? Milyen gyógyszereket? Nem gyógyszereket, nem gyógyszert mondtam, hanem no-szert. A no-szer a jövőből a tebe tonyás virág keltető berendezés egyik legalapvetőbb kellék, amit kiraboltak tőlünk annak idején, emlékeztek? Most nem értem, mit raboltak el? Tojáskeltetőt? Levegőt is vegyél. Jó van. De most gyógyszert vagy tojáskeltetőt? Te tényleg öreg? Nem. Elmegy úgy intézetbe kell dobni ezt az ember. Figyelj te kurva! Megmondtam, hogy amikor hozzám beszélsz, befogod a popádat. Világos? Megpontolj fejüdet rá. Passzom, belebágom. Na, szóval, emlékeztek, mikor kiposztottak minket az oroszok? Az a retkes geci? Ha? Emlékeztek? Ez egy zene? Ez jó zene volt. Emlékezz rá, mikor véget ér, nézz rám, fogd meg a belem, eltört a kezem. Szív ki a bal bokámból a lét, és ennyi volt, köszönöm. Szerintetek, ha Petinek van öt almája, igen. És nem elmegy a Tesco-ba bicikliben, aminek egy kereke van, de közben... Ez igaz, jön de miért megy előreg? Jön a 60-i hév, és azonban egy masinisztériós ember, és közben a tekintetében ránéz a Péterre, és azt mondja, Péter, faszod vagy 4 méter! A Peti zavarba jön, akkor hanyadika van, érted? Hát... Jó, Erzsi, te már most megbuktál, hápoxit, mint egy kurva. Kannásbor. Még egyszer nem lehetne elmondani? Jó, van, mi vagyok én, diktafon, buzibíz. Itt az orosz hely. Ezek raboltak ki, emlékeztek? Micsoda? Itt az Istenem, de ti amnéziások vagytok, vagy mi a faszom? Mik a Milkivé? Ki az a kettő fiabriek? Kik jöttek el? Ki az a kettő fiabriek? Itt vannak anyujék. Megjöttek a rendőrök. Jó napot! Szia! Jézus, hogy ki ezeket a magasba? Ah, yeah. Hol van, ennél magasabban nem is tudnék. Yeah. Kösz azt, hogy fáradja be oda hátra a sarokba. Nem, üzé. Szucska. Milyen szucska, te csöves? Miről beszélsz? Jasztad, öreg. Hogy érzed itt magad ebben a boltban? Hát még szét sem nézem a portékákba, mert belőttetek, bazd meg. Perontottatok, mint Zrínyi. Azt gondoltátok, hogy itt nagy rablások lesznek. Dehogy is mondom neked. Mi veszik a pénzt? Semmire rablás. Gyöngy a nyelszavunk. Mondom. Gyöngy a nyelszavunk. Brál és tokatjel, azt tudod mit jelentni? Hogyne, azt jelenti, hogy rák a beled, nem? Én régjöttek a nyelvet. Ez, te a Szabias rajongó vagy? Az így neve... Jézusom. Miért a idiotti miért? Égeti a... Deci beletűnés.
Örüljnek, hogy nem geci belek. Elnézést, túlszok vagyunk, segítség! Nyilván vagy te túlszok, és jövök, meg jövök szállt! Dehogy nem, túlszok vagyunk! Elnézést! Help me! Tiedlak kezdet, ha elmered mondani, hogy túlsz vagy... Baj lesz, barátét hátul meghallgatni. Szia! Te most el fogod játszani velük, vagyis kell a rossz végre a szállt. Jó napot, uraim, jó napot! Jöhetek tárgyalni? Gyere nyugodtan! Szia! Ó, bazd meg, ez már megint az öreg. Gyere csak be, mert most egy új vállalkozás indul. Figyeld csak! Ki ez az orosz akcentusú? Ő a barátom. Már megint új haverjaid van? Ez nem a barátom, ez a rabszolgám. Rabszolgám. Közben utakozok, Néma Bob vagyok, jelvényszányom 77-88-as, a serépség alezredese vagyok. És ha én leszek a mai nap a túlsztárgyalójuk. Szia! Mi történt itt? Hát most tudod, az volt, hogy jöttünk itt be, hogy bejövünk, azt viszünk egy kis olasz felvágottat, meg tavaszit, kenyérrel. Aha. Azt közben éreztünk egy ilyen pöszítést. Mi a kell ennyi fegyver hozzá? Ilyen, az azért, Tomászos joborkához. Az a baj, hogy most el kell vinnünk a pénzt is a boltból, mert hittak, hogy meggyengült a forint, azt tudod, itt fizetni kell a részleteket. Tudod, hogy van ez. Nagy segélyeket a kis Dominiknak meg kell gyűjteni. Igen. Szóval a lényeg az, hogy kéne nekünk szabadult pénz, nagyon sok kurvák, helikopter, pizza, sajtos, tejpölös, lángos, hagymával sósan, és egy bundás kenyér tejpöllen. Figyelj csak ide, most a füledhez hajolok és megsúgom neked asztalt, hogy elrobultak ezek a gecik, és kényszerítenek erre az egész rablásra. Igen. Sejtettem, hogy ez történik. És nagyon csúnyán viselkednek. Jó, ne félj, majd megpróbálunk szétszakítani tőlük, és akkor majd így átmenekülhettek. Áldozat vagyok! Bazdnak, hogy meg fognak elkapni. Áldozat! Figyeljetek be, mindenki be az autóba! Gyerünk! Helyes, baba! Jöndulj ki! Befelé az autóba! Szia! Jön ide! Szia! Álljátok el az utat! Nem. Elrobótak! Egyedül a Lada mehet ki, srácok! Többiek nem! Elnézést! Megint elintéztem nektek, hogy ne kerüljetek trébe. Pont azért hoztam létre, hogy kiszaladja rétre. Ezt a központú? Igen. Látod? Ezért esik rosszul, hogy nem becsültek. Lá Te, mi a geci? Joker, micsoda? Rámbáztál az éjszaka, te mocskos állat, ha? Hát, de véletlen volt, Joker. Véletlen volt. Elnézést szeretnék kérni. Ezekben a nehéz időkben, hogy megzavarom itt a családi perpatpart. Jó, szia, öreg, mi újság? Figyelj csak! Szia, öreg! Rosszul vagyok. Képzeljétek el, hogy megjöttek a leletek. Terhes vagy? Jaj, öreg, fejezd már be a húzás. Nagyon szomorú vagyok. Halálos beteg vagyok. És... Mennyire tízes után? Ne higgyetek! Az orvos azt mondta... Pénzt akar kicsikolni belőle. Az orvos azt... A kurva anya... Elnézést! Szóval... Ez nem volt szép, de Lali? Figyelj csak! Na most a kurva anyád neked is mit nézd meg? Figyeljetek ide, az orvos azt mondta... Hogy 13 és fél percem van hátra. Úristen! Miből? Az életből. A filmből? Amit nézel? Nem. Szóval 13 percen van, de meg lehet menteni az életemet. Jó, mivel, én tudom, öreg, pénzzel meg lehet menteni, ugye? Így van. Mehet a boltrablás? Nem arra, 13 percen. Elnézést. Én már meg vagyok változva. Mert így döntöttem. Jaj, öreg, mit kell ezen megmagyarázni? Na jó, jössz velünk, vagy nem jössz velünk? Nem, sajnos nem érek rá, mert... 85-15-85-öt megkapod. Műkörmöshöz van időpontom. Most. Akkor tudod mit? Én fizetem a műkörmösödet is, és még kapsz a pénzbe 85%. Hát az a baj, hogy tudod, oda csak kihalásos alapon, szóval nem... Mármint mi van kihalásos alapon? Oda nem lehet bekerülni. Hát igen, szóval ezért nem időpontom van most. Utána mennem kell az ilyen ortopédiára, mert csinálnak nekem ilyen műszálos... talbetétet, amiben állítólag úgy fogok szaladni, hogy nem fognak látni a haladó emberek. Mondjad, hogy murva? Murva. Az anyád egy kurva. Köszönöm. Oh. Köszönöm szépen.
Na, tudom beszélni? Mert megmondom őszintén, hogy nem jó ötlet ez a boltrablás. Kifejezetten. Azt, mert nem jó ötlet a boltrablás. Mert jövőben látó spirituális tevékenységet végrehajtó személlyel álltok szembe, és úgy látom, hogy ez balul fog elsülni. Én azt hittem, hogy a Harry Potterből a Dobby ül itt a hátsó ülésen, geci. Az a rossz szoba kobold, de közben csak te vagy, Erzső, hogy verjem abban a rusnyapopádba. Mikor benéztél, Lóra? Nem, hát nézzél már magadra, Dick. Azt a kurva. De hát vizuális környezetszennyezés. Jó, nem szépségre méri. Te 98 éves. Jó, van a passzomat mégis bekaptad te protézis nélküli retekpészek. Jaj, Joker, gyorsan állj meg! Szerintem befosok mindjárt. Ebben a korban vissza tudod fogni. Szarni. Lali! Nehogy beszarjál, mert szétboxolom azt a retkes fejedet. Joker, állj félre! Nagyon fáj. Jó van, Lali, ide bejövök. Jó, itt. Hova? Itt, ne kiszarod magad itt, bassz meg itt! Jó? Mari, majd... Menj! Cégi szünet! A varjúfejű Erzsi majd segít neked, Dick! Megmondom neki, hogy megye meg azt a hamburgert! Mi a fasz? Hát olyat posol kabátot leveszi rólam, Dick! Keci! Ez fröcskő, szeplősre fossa a lábazatot! Dick! Lali, hát ezzel meg kell küzdeni! Posztolod a Twitteren, Lali? Ami... Dick. Megmondtam, hogy a stílus rendőrség jön, érted? Jó estét! Tabesz, bundás kenyér, jó napot! Mi történik itt? Itt vallási vészhelyzet van. Bele van szarra az alma közepében. Itt entitásokat észleltünk. Ilyen, olyan. Entitásokat? Így van. Milyen fajta entitásokat? Negatív hatásúak. Többnyire. Arról én tudnék, ha itt negatív hatású entitás lenne. Hát pedig így van. Ez az én városom. Jó van, meddig mi az egész? Vagy mi? Persze. Akkor adj már kölcsön nyugdíjig egy szigire. Hát banknak igen. Nézek ki? Hát nem, de az rá meg se kocsia. Rá van már a somrogy bank. Nem tudom, rá van írva, nincs rajtam az várjál. Olvasó. Lehet rá van, nem látom. Ott van. Van odaírva valami? NK. Hát akkor te dankóros vagy. Ő tényleg az amúgy. Az mi az, hogy dankóros? Hát semmi, az egy betegség. Meg a az, hogy mindent megköszön. Danke kóros. Pusztuljál hátsó sorba, légy szíves, Lajosom. Jó, figyelj, már nagyon megmondtam itt a mondani valót. Vagy kifizetitek, vagy meghalt. Kifizessük, mennyibe került? Na már másfél millió. Kikötődött a cipőfű. Csak... Jó! Ez... Legyen! Te, most megütöttél, te voltálsz? De... Te voltál az örülök. Én nem tudok ütni. Leesett a maszkot. Csúnya. Leesett Semmi löb... Mi? Állj már le! Ne! Hol vagy? A kurva nyuka. Ebből visszatekerés lesz. Valószínűleg sok alternatíva van, hogy eljutunk a boltig, vagy mi a faszom? Elnézést, sziasztok! Van egy nagyon mondani való. Szia, öreg! Szia, öreg! Mizu! Mi a... Ugyeljél már, képzeld el, én a barátaimmal, aki te is beletartozol, nagyon éhezünk mostanában, és arra rendben gondoltuk, menjünk. Hogy végre kifosztunk. Hova megyünk? Tényleg? Mehetünk? Persze! Hova? Ahogy szeretem, mikor ilyen lelkes vagy, öreg! De mi, hova megyünk? Most virágot szedni? Egy mókuskerékbe érzem magam. Ez egy mókuskerék. A legelfogóval jövök, jó? Elfogóval! Jó! Szia! Segítség erre voltak! Elátkoztak a gypsyk. Most jut eszembe. Hallottátok? El kell mondanom nektek valamit most. El kell mondanom valamit, ma találkoztam a gypsykkel kint, és elátkoztak, mert lepopoztam őket. És ez van, hogy az átok most rajtatok ül a nyakatokon, és rajtam is. Ezért minden nap megismétlődik, újra és újra. Én nem hiszek ebben. Ez az igazság. A benzinkúton történni fog valami. Tényleg? Mi? Tudod mi? Érzem. Elmondom mi. Érzem. Leemelem mennyire a pisztolyt, és megtankolom a ladát. Ez ennyi. Darázs van a kocsiba. Mi? Darázs. Darázs van a kocsiba? Igen. Ez már kik vannak itt? Ó,
napot kívánok! Szia! Szia úszósapkás! Mizu! Dík, hát ezek hogy kerültek ide? Itt teremtek az úszósapkás csapat? Sziasztok! Na jó, bevegyek egy kóláját! Na a helyzet, gecik! Na mondjad, mit akartok kupak? Bekapni a paszt? Pitymás paszt kell a lyukadba? Mit kérdeztél? Azt, hogy mit garázdálkodtok itt? Az én városomban, hogy merészelitek ezt? Figyelj már ide, te megalomán geci! Tudod mi a tiéd? A lábad közt az a megblankolt kis fasz. Arré picit, arré az a tiéd. Olyan koleresz, te csöves. Van a szádnak, már. Mondom, azért van ilyen szaga, mert az anyád picsáját nyaltam. Várj egy kicsit, mert be kell melegíteni, ez nem így megy el. Mit melegítesz? A picsádat, hogy meg tudjam baszni, te retkes. Gyere, te gyász! Semmi erőszak, köcsög gyerek. Eddig, mint egy jány úgy üt ez a csöves. Na mi van? Most hagytam magam. Most direkt hagytam magam, Dick. Látod, tompítom arcát. Dick a Mózes. A titkos ütést, főnök. Itt a titkos ütés. Oh, mi? Ez mi? Gyász meg ezt! Itt van ezt, neked odaadom, passzopó! Na, ez már van a mi boltunk, csak mondom úgy. Jó van, menjél táborozni! Szia! Hihetetlen, bazd meg! Bennem kell Magic Resistet. Arra jöttem rá. Most nem akarok beleszólni, de az Erzsi picsája belvelené. Bazd meg! Mindent értek. Most kezdődik előről? Te hülyét kapok, bassz meg! Van még ellenség? Én már nem tudom. Ezeket... Hey, Árdóképp! Ezeket nagyon bírom. Itt van meg itt az augusztus kalangja. Sziasztok, buzik! Mi van? Na mi van, Prikézsia? Szevasztok, fiúság van! Na milyen helyzetes vír? Adj már egy ezres kölibe! Ha nekem mi pont azt akartad kérni, 995-es vír. Figyeljetek ide! Tudom, hogy most kicsit lelkismeret fordulásotok van. Bepopáztatok itt nekem, annak idején, de megbocsájtok, csak egy ezres virítsatok, rendi? Te, hát a jó Isten verjen meg! Nem akartál adni egy ezres, te osztatok. Figyelj már ide, te cipőarcú! Megint fújod főfele magadat! Te mondom, nyugodtan beszélgessél már, hogy a radai lánctalpas, görbehátú, retkes, csempeszobába, boldogságba himbálozó kurva élet, nem bír veled! Hát nyugodjál már le! Fogd meg a szádat! Alig bír szállni, te! Alig bír szállni, megítátkozzal a kette! Figyelj, mert paszperek a szádba mindjárt! Egy malájbarnát, azt mondja, mi lesz meglepetés? Szomorodjál, te csöves! Szerencsétlen legyél te egész életed! Mere, álljál le! Mert megmondom, ki ütlek a hajad alója, hogy az nincsen! Nem baj, kapaszkodjál föl egy tincsen! Végeci! Itt van a slicemet, lehúzod a szophatod a kincsen! Te kivel beszélsz, te szoláriumos retekpészek? Addig! Szomorodjál meg, a pusztulat üljön a nyakatokba! Rostás rákoló, mi vagy te? Akarod tudni az igazságot, vagy nem? Buzi vagy? Észrevettem egyben. Akarod tudni, vagy nem, mondjad akkor. Milyen igazságot? Miről? Aki tud rajtad segíteni, meg a nyomorodon, meg az egész családodon. Na ki? Mondjad akkor. Mondjad. Magas hegyek között van egy pucér sámán, akit sehol se látsz már. De a hajadat szedd ki, vagy végképp nem fogod látni a szemettől, te. Ez... Rákegyen meg, te. De megint átkozódsz, hogy a pusztulat egye ki azt a csapágy fejedet. Figyelj! Igen? Szedd ki a füledből a fűzsírt, elmondom megint, ide figyelj! Mondjál! Magas hegyek között van egy pucér sámán, akit sehol sem látsz már. Szomorodjál meg! Ez is még a része, szomorodjál meg? Magas hegyek között... Az ezres plákát kifele, te. Itt van az alattam, hogy törpikék, mert... Figyelj! Perkált ki az ezreste! Mondom, kiperkálom, csak elmegyek, húgyozok egyet. Figyeljetek már! Köszi! Egy ezrest adjál már kölibe! Tartozok itt a retkeknek! Húzzál már ki, öreg, bazdnek! Hát jó, akkor kiné van? Meddig húgyozol még? Miért billegsz itt? Miért ne billegjek? Húzzál ki, bazdnek, ne kérdezős, hogy igyekez! Kussoljál már! Szia! Figyelj! Hol az ezres? Itt van, de most odaadom, figyeljen! Hallod, még egyszer csinálsz! Még egyszer, a box tudásomat ne kelljen elővennem! Ne kelljen elővennem, be. De hol van, ha? Véged van! Messze itt van! Már megint átbaszol minket? Tessék! Odaadta, testvérem! Odaadta? Megvan! Odaadta, nézd, ha! Megvan! Na, öreg, van egy kis találkány! Köszönjük szépen! Sziasztok!
Meddig itt írtad el az életedet, de aztán többet meg ne lássuk. Mi az, hogy többet meg ne lássál, Retkes? Kobold geci. Ez itt az én területem. Mi az, hogy meg ne lássál? Ha? Pusztulat tegye ki ezt a Retkes fejeteket. Fogd meg ezt a paplaszádat. Egy dollárt adtam neki, amúgy nem ezret. Öreg. Szia. Figyelj már. Igen? Van egy kis probléma. Már... hallom, megint túl nagy a szád, és nem a csád, amit mondunk. Mivel kapcsolatosan? Tudod, te mivel kapcsolatosan? Hát nem. Na. Igen? Csak szájba az autóba, elmegyünk kicsit beszélgetni. Már megint? Az a két gypsy karakter nagyon jó egyébként. Most megint mi a problémád igen. Neked? Nagyon kezd öregem lenni belőle, öreg az a helyzet. Miért? Nagyon kezd... Állj le! De belőle. Állj már le jobb kéz! Ez hihetetlen. Ezt érdemlem ezek után? Há? Kiállt neked, bazdmeg. Nagy a pofád. Hol van a gyógyszer? Hát mondtam, hogy az oroszok elvitték. Ki vagyok én, öreg? Három. Mondd ki, bazd. Jobb kéz. Egy. Ezt kell mondani. Úr. Tudod? Tanulsz, bazd meg. Egy passzopó vagy. Érted? Egy töketlen kis buzi. Egy kis buzi. Ez az igazság, sajnálom. Tanuld meg, mi a rend, jó? Igen? Srácok, mindenki egyesével adjon neki egy pofon. Gyerünk, gyorsan. Figyelj csak ide! Bam! Ödik. Engedj ide, hogy felálljon. Ebből... Gyerünk, üssed, üssed. Kérsz még? Van még valaki? Ne sípoljál már, bazd meg. Mit sípolsz, öreg? Semmi, légtelenítek. Kerékség, az öreg bazd, mert szétverik itt egész végig. Már kezd főbaszni. Még egyszer, hogy mondom, öreg. A gyógyszert keresd meg. Lelazítom róla a bilincset. Vagy valamelyik barátodat megkeresem. És elbeszélgetek. Nyekereksz, mint egy rossz kredenc ajtó. Rembe. Jobbra, itt jobbra. Ja nem, itt jobbra, itt. Na, nagyon jó. Terek? Itt jó lesz, köszönöm szépen. Akkor remélem, hogy körül felfogni, mint mondtuk. Kis barátaidnak egy szót sem. Világos? Rendben, rendben. Sziasztok, sziasztok. Szia. Szia, buzi. Húzzál és keresd meg egy óceánat. Szia! Joker, ez véletlen volt. Sziasztok! Ja, az útja! Ah, de tényleg véletlen volt. Sziasztok! Kurva anyád, szia öreg! Mi az újság? Csak folyalak. Szia öreg! Ugye én már, mondhatok neked valamit? Melyiket? Hát azt akarom mondani, hogy azt beszéltük, hogy többiek, hogy nagyon éhesek vagyunk, hogy add meg minden. Az Isten megbassza már az éhezéseteket. A rák a gyomorotokat pusztítson el. Egy boltot azt kirabolnánk, jó? Persze, okay. Mindenképp. Hozom a kedvenc autómat. Szia, Lali. Hová is vegyünk? Szia, Lali. Az elfogót. Szia, Lali. Szia, bocsánat. Elnézést. Csak öreg, még mielőtt megyünk, hagyd mondjak, van valami történik, melyiket? Valami képzeld el. Melyik az? Hova? Igen? Van deja vu-mban. Már mind miért? Hát most olyan deja vu érzés van bennem. Már mind mivel kapcsolatban? Hát bazd meg, mire szokták mondani, hogy deja vu-mban? Hogy gyere csak ide. Megmondom neked őszintén. Igen. Hogy az a retkes koboldok megátkoztak minket. Érted itt a kapuban? Téged? Téged is, meg mindenkit. Érted? Engem hogy átkoztak volna meg? Hát bazd meg, hogy? Hát elmondják a izéket, a nagy átkokat. Érted? De várjál már, és mit mondtak neked? Hát arra most nem tudom emlékezni. Valami hegyek között látomások vannak, ahol a táborban kecskék basznak. Valami ilyesmi. Ezt mondták nek, ez volt az átok, és ezért fogok meghalni. Hát valami mondókát durmoltak azok a retkes gecik. Jó, de öreg! Képzeld el, egy olyan napot képzelj el, ahol mindig ugyanaz történik. Érted? Ez nagyon gáz lehet. Mint egy időspirál. Ugyanazt mondod el, ugyanúgy mensz, és a mókuskerékbe vagy. Nem tudsz szabadulni. Volt egy film régen, akkor az ördög a gombokkal izélt, és a gombot eldobtad, akkor meghaltál. Itt is ez van, csak nincsenek gombok. De most várjál, ezt mondtad, hogy ezt egy filmben láttad? Vagy most, most ez történik vele. Akkor azt mondod, hogy mókus kerékbe vagy benne? Igen. És hogy egy sámán tudja levenni a rontást így róla, igaz. De? Akkor most az a sámához el kéne mennünk? Tudja a geci. Már fel, hogy mit mondtak, hogy azt mondtad, hogy valami sámához küldenek téged valamit, nem ezt mondtad? Mert el vagy átkozva és csak a sámán segít rajta. Valami buzitalálos kérdés mondtak. Igen. Azt mondták, hogy... Valami hegyekbe sámán. Hegyes sámánban van, valami hegyeknél. Nem látszik, ja. Meg ilyen, hát valami ilyesmi. Ő? Hát azt nem tudom ki, de valami nem látszik. Nehéz ezt megtalálni. Most bajban vagyok. Valami pucérság is volt, geci tudja. Pucér? Öreg, pucérfalu? Nem tudom, pucérsáma. Azt én tudom, hogy hol van, megnézzük? Hát azt mit kell ott csinálni? Azt mondtad, hogy ott van a sámán. Hát azt nem tudom. Gyerünk akkor, sziasztok! Menjünk. Szóval a hegyek között él egy pucér sámán, akit sehol se látsz már. Képzeld el.
Ezt mondta. Hát akkor meghalt. Hát megvan fejtve. Hát egyértelmű. Na. Hát ezt meghalt. Én nyertem. Hál' Isten. Ez is én nyertem. Könnyű volt. Mennyire vagy halott? Átkot leveszed? Együtt vagy együtt az Erzsébetten? De úgy vagyok. Hát nekem azt mondta. Azt mondta nekem az Erzsé. Csak néha belógatom neki, az kész. Azt mondta, hogy beleköptél úgy a segjukába, hogy visszapattan. Hát ez tényleg. Ez igaz? Hozott magával meg egy kis aprót is. Lajos, mit szólsz ehhez? Ez nem igaz. Vigyázz motoros! Ez egy őrült volt. Ez egy őrült az volt. Az unoka testvéred, ez is az Dick. Ez is. Ez is. Agyádéknál nem volt tévé, látom. Lali. Gyártották a népeket. Giulio, szop ki! Szop ki a gyíkot, mert tudom, hogy szereted. És a nagy bőröket mindig titokba sátor mögött az összeset bebeszed. Nyadd meg a gojszlit! Pacogjon az álladon a nagy tojás! A szádba durrant megint a nagy krémes, undorító folyás. Hú, ez tényleg undi volt. Jó volt? Na akkor az a feladat, Manki. Hogy mindenki keressen egy sámánt, jó? És le kell lőni a rákból? Egy nem... Meg kell Júli, ölni. Júli, te miért vagy ilyen izé? Egy nem látszó sámánt? Jó napot kívánok! Elnézést! Dick, ott van valami csöves. Szia! Elnézést! Szia Jézus! Elnézem. Miért iszik Errex úgy, mint egy 20 éves porszívó? Mi van veled? Hát révbe értem. A lelki megtisztulás. Van egy cigid? Meg ki vagyok, mint a bicikli belső. Ha már vártalak, Hector. Ne bazd már meg, tudod a nevemet? Honnét? Minden tudok. Minden tudok. Azt Hector, is, hogy Hector. A pikát beleszoktam kedni a Lali hajába. Azt is pontosan tudom. És azt is, hogy szarról kedem be a faszomat, és azzal csapkodom a homlokát hajnalban. Azt is pontosan tudom. Mindenről tudok. Minden tudok. És azt is, hogy lecigizett engem egyszer? Életvett háromszor. Azt is tudom, hogy... Hogy? Nem egyszer, kétszer pontosítok. Kétszer már ki tudom, hogy a mókusokat és a galambokat se veted meg. Figyelj, csak nagy baj van most, azért jöttem egyébként. Arról is tudok. Arról is tudok. Egyrészt aranyerem van, lumbágom, teniszkönyököm, és posok, mint a pelikán. De... És azt is tudom, hogy átok van rajtad, Hector. Akkor segítsél már. A többit meg egyébként kézátétellel gyógyítom. Szájértétel nincs. Teszkós Jézus tud segíteni? Nem érzed úgy, mintha mókuskerékben lennél? Mint hogyha minden és minden újra megtörténne? De a passzom már tele van vele, megmondom az őszintét. Tele van vele a passzom. Látom ezt is, minden tudom. A rákot látom, hogy a vérnyomásod az egekbe, te korodban ez már nem a megfelelő. Na jó, hagyas lábam van akkor. Most jött egy isteni sugallat, én látom, hallok mindent. Kétszer meghalt rá. SMS-sel? Kétszer meghalt? A barátaiddal együtt. Igen. De képzeld el, hogy az Erzsi leszopott. Autóból esett. Három. Állj már, Ledik! Honnan tudod ezeket? Minden tudok, minden tudok. Meg leszek kocogtatva, mint a talpas poára nem válaszolsz. 5000-ért megmondom. De hagyjad már ezt az 5000-et, te egy pronyó vagy? Hát ez a tarifám, most mit csináljak vele? Te se ingyen dolgozol, gondolom. Segítsél, mert különben meg leszel boxolva. Nincs 5000-em, beréb arc. De segítened kell. Van. Érzem az energiádat. Érzem, hogy szörnyű életet élsz, egy gonosz ember vagy. Hé-hé! Azért ez, ne ásukom mélyre! Nincs hé-hé, nem hé-hé, mindent érzek és jól érzem. Szörnyen viselkedsz az emberekkel, ez így nem mehet tovább a jövőben. De hé, hát... Főleg a barátaiddal. Igen? Ez így nem mehet. Figyelj! Neked mondom, te test! Test! Gonosz! Gonosz, te ehhez a testhez nem nyúlsz. Azaz, azaz. Sakrával a nojti, la brágon a moresz. Azaz, azaz. Érincs meg te, kurva, ezaz. Dik pici érzem szexi. Neked most teljes hát generálva van meg. Szükséged. Tényleg a teljes ez igaz, pollenszűrő olaj minden. Azaz, neked mondom, te gerinc. Teljes generál. Azaz, azaz. Sakrával a nojti. Na jó, figyelj. Igen. Teljes mértékben meg kell változnod, ahhoz, hogy ez az átok elszálljon. Az meg a lódak a faszát. Értesz? De persze. Hát de nem lódak a faszát. Kell az átok, vagy nem kell az átok? Döntsd el. Hát attól függ. Nem, nem kell. A barátaidtól elnézést kell majd kérned. Személyesen. Az Istennek a faszát meg komolyan. Ez, na. Elnézést. Most ezt meg, kérlek, bocsáss meg. Mi a faszom van ezekkel? Meg vagytok szédűve elnézést, Isten bácsi. Kérjen tőlük elnézést úgy látom, a rád. Úgy látom, már jönnek a barátaid is. Hívd ide őket. Gyertek ide, buzik! Beszélned kell velük most. Haló, buzik! Mondom, gyertek ide! Figyelj csak ide. Kik a Jesus? Ez nem az. Ezt ismerem, de, együtt hát jártunk iskolában. Hát csak ugyanúgy, játssz a picsáját. Amúgy is Jézus színész volt, nem megmondtam. Ja. Figyeljetek, srácok, mehetünk haza. Azt mondta, hogy
Dickhouse ki? Ja, az mit a izé? Sziasztok, legyetek üdvözölve. Üdvözlöm. Hello. Szia. Szegedd meg, kiszedted a kezedből. Az atya, a fiú és a... Dick, szevasz. Szia, Lali. Biztos a legjobb, akit... De hogy nem elmondtam, hogy hogy hívna titeket. Ne higgyetek ennek a fasznak. Nem, na, spancik vagy? Persze, együtt jártunk iskolába. Igen. Hasonlítottak egymásra. Öreg, mondtad mi a problémád? Persze, meg is oldotta. Adott rá kedőcsöt. Tudok minden problémáról, semmit nem kellett elmondania. Wow. Láttalak titeket végig. Mindenről tudok. Na jó. Atya, a fiú és az... Csak rá veled, Lati. Nagyon jó mondja. Ez most elátkozott minket? Ez most nem. Nem. Azt mondta, ki fogsz fehéredni hónapra. Én ennek az ellentétét meg tudná ismételni? Csak rával a nőtél a brágon a moresz. Batod ki szikilet. Moroélo losábó, come up tail mad madel. Figyeljetek, mennem kell most sajnos. Fejezd már be! Figyelj csak, köszi szépen a segítséget, jó nagy szarbót, semmit nem ért. Majd legközelebb talán. Nem segítettem, még el se kezdődött a segítség. Figyelj már, nem, hallod? Mennem kell, most hívtak. Szelfi, csináljunk ma Instára. Ja, hogy tényleg. Na gyere. Itt van Jézus, nyomjad neki, Zsudi. Nyomjam? Hát, mondjuk azt, hogy nagy üzletekbe megjelölöm Jézust, oké? Okay? Jó. Jó lesz. Köszi, massa. Köszi, majd küld már ne. Szóval, ismételned kell utánam. Igen. Giulio, megígérem. Mi az, hogy megígérem? Takarodjál már innen. Ezt muszáj. Nem, figyelj csak, mennem kell most. Akarod a mókus kereket? Körbe. Figyelj, most el kell mennem, mert nagyon kell szarnom. Most befejeztük na. Ezt. Itt nem lesz ilyen buziskodás. Szeretném. Megmondtam! Jót akarok nektek. Én is mondtam! A rák megesz! Megesz a rák! Jézus geci! Gyere, csinálok Jézus egy szelfit. Álljál le! A rákot tesz meg, megmondtam. Jó van, kiszopod a faszt. Figyelj csak! Vissza, figyelj már, Lali! Van szög a kocsiba? Meg kalapács? De saváló kéne, Lali! Van szög a kocsiba? Pőszögeljük ezt a madarat! Nem bír a picsájába! Hozzá már egy kalapácsot! 40-es? Igen? Hát azt figyelj mondtad, már, hogy Jesus. Leveszik rólad ezt a rompát! Jaj, Istenem, hagyjad már ezt a buziságot! Miről beszél ez a rák? Meg van szédűbe! Be van herbálozva! Lebrakko ne molesz! Azt kell neked molesz a picsádba! Ütökesd meg a hátát! Rajtad van a prikezsia megint! Rával a nojti! Hát tényleg lett péregyet! Hey! Jó vagy, Pali? Szerintem mindjárt besípol a tüdeje! Hát ennek besípol! Mint a Tesco-s lopást gátló! Állj fel, vissza kérlek! Te ne kéregessél! Mi vagy te? Menj innen a rákba! Állj fel! Ne kiabáljál, mert pőkel a gyerek, azt megpokoznak! Állj fel a megtisztulás kövére, se krável a nojti. És hajolj meg előttem, se krável a nojti. Húzzál már el a faszomba, Dick. Ezt figyeld. Gyere, gyere. Meghajol. Ezt már szeretem. Mi mit csinál? Látjátok, ezt mondom. Miről gondoltál? Mi csak bemelegítés volt, Dick. Hát tánciskolába jártam évekig. Ha valamit akarok, akkor azt elérem. Köhögni fogsz életed végéig, rontás lesz rajtad. Örök életedre rossz idő lesz! Se krával a nojti, se krával a nojti, rá blágon a moresz! Ne krákodjál már! Aszpás vagyok, Dick, aszpás vagyok. Öreg, jó vagy? Se krával a... Figyelj! La blágon a moresz! Azaz! Ne! Jézusom! Mondám! Jön eső! Nem akarok meghalni! Még mindig nem? Gyertek ide, kérjetek bocsánatot akkor egyesébe! Neked kell bocsánatot. Azt mi a faszom még kéne bocsánatot kérni?! Há? Csirke akarsz tenni egész életedbe? Sakra bele, Nojti! Na? Mit csinál? Szóljatok rá, hogyha jót akarsz, szóljatok rá! Na figyeljetek már ide! Figyelj, a vihart intéz már el, mert nem tudok rágyújtani így. Megbánod bűneidet? De mi a bűnöm, te tudod? Vihar, vége. Eső, állj el. Figyelj már. Figyelek. A lottó számokat tudod, Dick? Azokat is tudod. Ha megbánod bűneidet, hajlandó vagyok azokat is elmondani. Az a baj, bele akarnak kényszeríteni az öreget egy olyan szituációba, amit nem valid egyébként. Tök fasság. Ezt senki nem ismételheti utánam. Az mit csodát? Szóval, hajlandó vagy? Bardasztó. Tiszteleg előtt. Hajlandó, most. Amigos, atyosz.
I don't know. Na, figyelj csak, esünk már túl rajta, mert már szétbassz az ideg itt a hülyeségedben. Hát szerinted rajtam múlik? Figyeljetek már, srácok, most hívott az orvos, hogy megjött a tüdőszűrőre le, és ma négyig lehet átvenni, de 3 óra van. Szóval most el kell ugranom. Rendben? Én is megbocsájtani neked. Mindjárt jövök, megvártok itt? Gyere velem. Egy utolsó esély. Hát, ezt tegyétek már, te őrlángra tegyed már magad. Gyere velem. Jézus geci. Figyelj csak, azt mondja, hogy szeretkezne háborúz. Mi van? Jó. Nálad mi van, fegyver? Csak viccelek. Szerinted ez igazi? Pusztulat ki eszi a gyakorlat. Figyelj csak. Na, csak rá velem, hogy ti. Most... Hát kurva anyádat. Elnézést! Ez nagyon jó. Beszéljünk már meg egy talit. Van szabad időpontod? Ezt akkor összeülünk újra, azt átdumáljuk, hogy mi történt. Rendezik-e a konfliktusokat, érted? Van szabad időpont, de most el tudok mindentől tekinteni. Rendben, írd érzem föl egy... Érzem a megbánást. Így van, hogy ne. 10 000 dollárért hajlandó vagyok. Rendben, láttad azt a trikós fiatalembert a vinadrágban? Ő fogja rendezni a cekket, oké? Okay? Mindjárt jövünk, csak elugrunk az ATM-hez. Akarod, hogy jöjjön az átok? Kell valami adóhányból? Be fog szorulni az összes ATM. Hát akkor hogy adjak pénzt? A rák egye ki azt a retkes, coppos gyomrodat. Hát öreg... Figyelj csak, Joker! Azért tettük ide, mert itt rovázott nekem, képzelj el, Sámán úr! De figyelj már ide! Figyelj már ide! Most ide jön ez a buzi, ilyen csöves, bocsánatkérésekkel, meg ilyen csicskaságokkal. Hát mi a passzomnak néz engem? Buzinak? Ez a lelki megtisztulás szentély. Pusztuljatok már a rákba, hát miről beszélsz? Te jöttél ide! Nem, te hívtál! Hogy nekem ne popázzál. Telefonon? Ha kell a 10 rongy, akkor kotrodjunk el a rákba, aztán ittala, rendi? Nálam van 10 rongy valahol a kocsiba. De azt figyelj csak, azt szokták mondani, hogy jó Isten fizesse meg azzal, mi van, akkor az kamu az egész? Adj már neki 10 rongyot, azt pusztuljunk innen a rákba. Gyerünk, megyünk a kocsiba, mert esik az eső. Jaj, pusztuljunk el. Ez fasság, minek kéne bocsánatot kérni az öregnek? Ilyen a karaktere. Meg nem is csinál semmit, szóval... Hát most mennem kell, jöttök? Gyertek már! Nem törik meg az öreg, nem törik meg. Az a baj, hogy a jövőre nézve olyan hatásai lennének a karakterre, hogy megváltozna olyan irányba a brigáddal a kapcsolata, amit egyébként tök jó így, szóval egy. Ez mi volt, Dick? Elnézést. De egyébként nagyon jó volt, tehát... Bár írtátok, hogy unalmas, szerintem kurva jó volt. Szia! Öreg, addig nem megyünk haza, na mi van, meglepődtél? Mind? Ebből soha nem fog sikerülni. Mind lepődtem meg, szia. Csak hogyha kifizeted a pénzt. Nincs nálam pénzt, te csöves. Felfogad? Barátaidnál elvileg van. Van nálatok pénz, geci? Adjátok már ennek a csórónak oda egy tízest. Van nálatok pénz? Én hiszek az emberi jóságban. Hát jó van, akkor én hiszek is sok mindenben hiszek. Én most hiszek neked. Nagyon jó. Ez a beszéd. Úgyhogy ezért... Leveszem bólad az átkot. Hál' Istennek! Jézusom! Kicsit, nézd érzel meg! Érzel valamit? Dudorodik a nadrágom. Te is látod? Már megfogtam. Fasza is meg. Amíg becsukted a szemed oda. Ez rossz. Kicsit mise volt. Megdagadt. Bepukkasztott a faszomat. Figyelj, Jézus testvérem! Na! Figyelj! Baktálunk a rákba, azt majd holnap csőssattadás lesz, oké? Vezér ostyám. De addig hozom majd a cash-t. Szóval... Tamesz... Még egy nagyon bölcsember idézetét. Igen. Mondanám. Igen, nagyon jó. Nagyon bölcs. Melyik az? Igen? Aki csak annyit mondott, hogy nézz az ég felé. Jó van, szia! Lehet, hogy még látod. Hú, bazd meg. Gyertek már, mert ez be van izébe. Ragasztózva. Keci. Szia. Hát nem tudom, mi legyen. Ez egy morális kérdés. Hát, ez még mindig egy morális kérdés. Fogunk minket az iskolt. Dick ott a nyúl. Gázold el! Dick legalább lett volna mit enni. Állj már meg, hagyd beszéljek vele. Szia! A pusszulat kieszte, retkes geci. Te megmondtam, hogy ne gyere az útra! A rák a gyomrod. Elbocsánat. Hogy szerettek engem az állatok. Jézusom, vége lett, srácok! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tettük is már a kicsit. Befejeztétek már? Na, mi történik vajon? Most mikrofonszopás lesz egyébként, jó beszél. Jó, nem? Jó volt egyébként, én élveztem. Szóval srácok, nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok. Nagyon szépen kösz, aki benne volt a sztoriban. És idejét nem sajnálva részt vett benne. Nagyon szépen kösz mindenkinek. Nagyon jó pillanatok voltak, nagyon epic momentek. Nagyon szépen kösz. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot.
Csá mindenkinek, hello, és sziasztok, és sőt!